a magántulajdonú járműveknek, mezőgazdasági gépeknek és taxiknak marad a kedvezményes tankolás lehetősége. A MOL elnöke arról tájékoztatta a kormányt, hogy karbantartás miatt átmenetileg leállítják a 100 halombattai finomítót. Ez felelt az elmúlt hónapokban az ország ellátásáért, kezdte Gulyás Gergely a szombati kormányinfót. A leállás nem halasztható, ezért a stratégiai készlet körülbelül egy negyedét feloldják. Ez a MOL-nál meglévő készletekkel együtt a hazai igények egy részére elegendő, a többit importból kell fedezni. Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepli idén az Alba Régia Polgárőr Egyesület. A szervezet tagjai napi szinten vesznek részt Székesfehérvár közbiztonságának fenntartásában, emellett a polgárőrök szívesen vesznek részt a rendezvények biztosításában is. A polgárőrség a születésnapon köszönetet mondott a társszerveknek, az alapítóknak és a támogatóknak. Szeretünk volna többet tenni a városért, ezért megalakultunk. Nagyon jó a kapcsolatunk a társszervezetekkel, mindenfajta rendezvényen, sportrendezvényeken részt veszünk, és szeretnénk, hogyha továbbra is így folytatódna minden, ahogy alakult, és hogyha valaki szeretne hozzánk jönni és a csapatba részt venni és ténykedni a városért, ezért szeretnénk, hogyha nyugodtan jelentkeznének hozzánk. Székesfehérvár alpolgármesterek köszöntőiben kiemelten nagyon sokat tesznek az önkéntesek azért, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat. A város nevében hála és köszönetünket fejeztük ki a mai napon az Alba Régia Polgárőr Egyesület vezetőségének és minden tagjának, hiszen ők szabadidejüket munka után, hétvégén vagy éppen iskola után áldozzák fel sok-sok órát azért, hogy a városban élők közbiztonsági érzete az jóval magasabb legyen, hiszen nyilván amellett, hogy nagyon sokat járőröznek, számtalan rendezvényen találkozhatunk velük, ahol segítik egyébként akár útbaigazítással, akár zárások biztosításával a rendezvények magas minőségű megrendezését. Az Egyesületnek jelenleg közel 40 önkéntese van, jelentkezni azonban folyamatosan lehet. Lencsés Rita gyógynövény szakértő interaktív foglalkozásra várta szombaton az érdeklődőket. A workshopon kenőcsöket és szörpöket készítettek a résztvevők. Mint azt Lencsés Rita mondja, úgy készíti el a szörpöket, hogy a növények gyógyhatása ugyanúgy megmarad, mintha tea formájában fogyasztanák. Amikor szörpöt készítünk, ugye ugyanígy leforrázom a csalánt, csak cukros vízzel, úgy hagyom benne ázni, tehát a hatóanyagok így teljesen kioldódnak, úgy, mint egy teába, csak ugye egy ilyen cukros közegbe lesznek, amit majd ízesítek citrommal, és ugye amikor az ember szeretne mondjuk egy csalánszörpöt otthon fogyasztani, ugye ezt fölhigítja, és körülbelül a szabály is ugyanolyan, mint a teánál, hogy a csalántát például napi 2 bögrével vagy 3 bögrével illik fogyasztani, a csalánszörpöt is egy ilyen 2-3 pohárral illik fogyasztani, és ugyanúgy jótékony hatású lesz a szervezetre.